Több generációs családi ház. A jegyzőknél lehet igényelni a rezsicsökkentett árat. Fűtési szezon, készülnek az önkormányzatok, van, ahol már szigorításokat vezettek be. Őszi menetrend, kedvezményekkel, koncertekkel és programhajókkal várja az utasokat a Bahart. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Több ezer, több generációs családi ház tulajdonosán segíthet a pénteken kihirdetett kormányrendelet. A döntés értelmében azokban a házakban, ahol legfeljebb 4 egymástól elkülönült lakóegység található, lakásoként lehet érvényesíteni a rezsicsökkentett árat a jogszabályokban előírt mértékig. Több településen már hétfőn jelentkeztek az első igénylők a helyi jegyzőknél. Fonyód egyik családi házas utcája. Szinte kivétel nélkül mindegyik úgy épült, hogy több generáció is kényelmesen elférhet benne. A rezsijárak emelkedésével ugyanakkor ezek az ingatlan tulajdonosok szinte biztosan többszörösen túllépnék a még csökkentett áru lakossági gázfogyasztást. A pénteken kihirdetett kormányrendelet értelmében az ilyen családi vagy ikerházakban, ahol legfeljebb 4 egymástól elkülönülő lakás található, de csak egy közös gázórával rendelkezik, lakásonként igényelhető a rezsicsökkentett ár. Az igénylést a helyi önkormányzatokhoz kell benyújtani, ahol azt a jegyző 8 nap alatt bírálja el. Mi vártuk, fel vagyunk rá készülve. A 8 napos határidő azért komoly problémát fog okozni, hiszen úgy vélem, hogy akár 500 lakás is lehet Fonyódon, hiszen a Balatonparton nagyon sokan úgy építkeztünk, többek között én is. Nagyszülők a pinceszinten, mi laktunk a földszinten, majd a fiatalok pedig az emeleten. És amikor nyaraltatás volt, akkor pedig egy kicsit összehúztuk magunkat, és a nyaraltatásból plusz pénzt termelt a családnak. Na most nagyon sok család még a mai napig is így él. Ebből kifolyólag 3 generációs lakásból szerintem több mint 500 van Fonyódon. Itt nyilván mindenki élni fog ezzel a lehetőséggel, és hát 500 ügyintézés nem lesz egyszerű 8 napon belül, de azt gondolom, hogy a lakosság folyamatosan fogja ezeket benyújtani. Egyelőre még nincs roham az önkormányzatnál, de föl vagyunk rá készülve. A balatonparti települések közül szinte mindenütt pár százra tehető az ilyen több generációs családi házaknak a száma, így várható, hogy az elkövetkező hetekben folyamatosan érkeznek az igénylések a hivatalokhoz. Már hétfőtől érkeznek be a kérelmek, megkezdtük ezeknek a feldolgozását. A jegyző úr kijelölte azt a hivatalnokot, aki ki fog menni helyszíni szemlére, erről egy jegyzőkönyvet készítenek. Valóban meg kell állapítani, hogy a lakrész megfelel az ott ég 105-ös szakaszában lévő lakás fogalmának, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy van a lakószoba, hálószoba, előtér, konyha, fürdőszoba. Nem feltétlenül kell külön bejáratúnak tenni a lakásnak. Egy házon belül, ha ezek az egységek kimutathatók, műszakilag elkülönülnek, akkor járni fog ez a hatósági bizonyítvány erre, és a szolgáltató akkor megtöbbszörözi a rezsicsökkentett határértéket. Fontos, hogy a hatósági bizonyítványt csak kérelemre állítják ki a helyi jegyzők, és azt egy ilyen bejelentő lap kitöltésével lehet elindítani. Ezt követően helyszíni szemlét tartanak, majd kiállítják a hatósági bizonyítványt, amelyet a fogyasztónak a szolgáltató felé kell továbbítania. A benyújtást követő hónap első napjától a szolgáltató érvényesíti a lakásoknál a rezsicsökkentett árat. Készülnek az önkormányzatok a téli fűtési szezonra. Van, ahol jobb a helyzet, de van, ahol már szigorításokat vezettek be annak érdekében, hogy a megnövekedett energiaárakat ki tudják fizetni. A polgármesterek szerint azt egyelőre még nem tudni, hogy a jövő évtől milyen áron és feltételekkel tudnak majd szerződni az energiaszolgáltatókkal. A rezsijárak emelkedése nehéz helyzetbe hozza az önkormányzatokat is. Bár egyik településen sem került veszélybe sem az óvodák, sem a bölcsödék, sem az idős otthonok vagy egyéb szociális intézmények megléte, több önkormányzat a spórolás jegyében egyéb szolgáltató intézményeinél korlátozásokat volt kénytelen bevezetni. Balatonbogláron több intézménynél is lesz egy karácsonyi szünet, egy kicsit hosszabb karácsonyi szünet leállás. A tanúszodát szüneteltetjük, a sportcsarnoknál 10 fokra maximáltuk a hőmérsékletet, és minden intézmény kötelezően
visszafogja a fogyasztását. Ezek az első lépések. Az a baj, hogy nem tudjuk igazából az árakat a jövő évre nézve. Most még egy 6-szoros árral dolgozunk az előző időszakhoz képest, de ez akár további növekedés is jelenthet, úgyhogy nagyon bizonytalan a helyzet, kicsit félünk ettől. Az önkormányzatok leginkább a jövő év bizonytalanságától tartanak, hiszen 2023. január 1-től már ők is a versenypiacon szerződhetnek villanyra és gázra. Ez pedig főként a gáz esetében jelenleg 6-szor drágább, mint az eddigi. Minden kérdést meg kell vizsgálnunk, és itt az ár lesz a legfontosabb, hiszen Magyarországon lesz energia, csak hogy milyen áron lesz beszerezhető, és mivel kikerülnek az önkormányzatok is a piacra, piaci szerződéseket kell kötnünk, ott az ár jelenleg még nem is látható januárra, vagy amik beérkeztek, vagy beérkeznek ajánlatok, azok elég magasak, még a mostani végső menedékes árakhoz képest is, úgyhogy mindenképp számítunk arra, hogy egyfajta állami biztosíték legyen, hiszen itt valóban közszolgáltatásokról van szó. Egyelőre megnyugtatóbb a helyzet azoknál az önkormányzatoknál, ahol már korábban váltottak a piaci árak irányába. Fonyódon 2023 végéig kedvező áron vásárolják a gázt és a villanyt is. Az önkormányzati intézmények pedig már hosszú évek óta tudatosan törekednek a spórolásra. Mi a 2006-os választások után már egy csökkentett üzemben működünk, és hála Istennek ezt nem engedtük föl. Viszont most nálunk sokkal nehezebb lesz megteremteni azt a 25%-ot, amit egyébként majd elvárnak tőlünk, hiszen eddig is takarékosan üzemeltünk, de nyilván az elmúlt időszakban azon gondolkodtunk mi is, hogy hogy tudjuk ezt még fokozni. Mi 10 éve kint vagyunk a piacon, azt mondom, hogy a jövő évünk még szerencsés, hiszen még a 3 évvel ezelőtti árakon szerződtünk, tehát olyan 22 forint körüli villamos energiával, illetve olyan 120-130 forint körüli gázenergia árral. Ez még kihúzza a 2023-at. Azonban nyilván azon gondolkodunk, hogy ezek után is lesz időszak, így a hivatalba kicseréljük a 2 20 éves gázkazánokat új kondenzációs gázkazánokra, mert most már megéri több millió forintot befektetni, és így nyilván csökkenni is fog a gázfogyasztásunk. Fonyódon így egyelőre nem tervezik egy intézmény bezárását sem, de ez a ritkább példa, hiszen szinte mindenhol szükség lesz valamely szolgáltató intézmény részleges bezárására. Ugyanakkor egyik önkormányzatnál sem tervezik, hogy az intézményi dolgozókat elbocsátják, átszervezéssel mindenkinek biztosítják továbbra is a munkavégzés lehetőségét. 2 év alatt 8-szorosára drágult a műtrágya, sok gazda hitelből vásárol, írja a Sonline. Több helyen végeztek már a napraforgó betakarításával, és már kezdik az őszi talaj előkészítést, amelyhez szükség van műtrágyára. Egyes kereskedőknél hiány van belőle, akiknél pedig van, ott tonnáját 400 000 forint felett adják, és további drágulásra kell számítani. Udvaros Zoltán, látrányi gazdálkodó azt mondta, gyenge a termés átlag a Balaton térségében, az aszály miatt nagy a kiesés. Ősszel rozsot, tritikálét és búzát fognak vetni, sok gazda hitelből vásárol be. Inkább olyan növényeket vetnek, amelyeknek kevesebb a pétisó igénye. Csökkentik a kukorica és a napraforgó vetés területét. Tóth István növényvédelmi szakmérnök szerint nem lehet szerves trágyával kiváltani a műtrágyát, szükség van a foszforra és káliumra, különben a jövő évi termés jelentősen csökken. A modern szántóföldi növényfajták igénylik a tápanyagot. Kiégett egy első emeleti lakás Kaposváron, a lángok egy belvárosi ingatlanban csaptak fel délelőtt, a helyszínre a városi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel siettek, 2 macskát menekítettek ki. Az első emeleti lakás egyik szobájában keletkezett a tűz, a berendezési tárgyak leégtek, a baleset okát még nem tudni, senki sem sérült meg. A tűzoltók mindenkit kikísértek a füsttel telítődött lépcsőházból, majd át is szellőztették. Az érintett lakásból nem nyitottak ajtót, semmilyen válasz nem érkezett, ezért a szakemberek a nyitott erkélyen jutottak be. Meghalt Wittner Mária, a politikus országgyűlési képviselő hosszú betegség után vesztette életét. Az 1956-os forradalom idején szabadságharcosként a Korvin közben és a Vajdahunyad utcában tevékenykedett. 1956. november 4-én a szovjet invázió során az Üllői úton aknarepeszektől megsebesült.
Az 1956-os megtorláskor halálra, később életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, 1970-ben amnesztiával szabadult. Az ország a rendszerváltás után ismerhette meg a nevét, 1989-től a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének elnök helyettese, 2002-től a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnökségi tagja. A forradalomról, börtönéveiről több visszaemlékezést írt, életéről portréfilm készült Hóhér Vigyázz címmel. 1991-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjét, valamint az 1956-os emlékérmet vehette át, 2006-ban Szent István díjat, 2016-ban Emberi Méltóságért díjat kapott, Dunakeszi, Csepel és Józsefváros díszpolgára. Novák Katalin államfő és Orbán Viktor miniszterelnök is megemlékezett közösségi oldalán Wittner Mária halálhíréről. 85 éves volt. Elkészült a Kaposvári Kórház Talián Gyula utca felüli új bejárata, automata rendszám felismerő rendszerrel látták el, a mentők és betegszállítók használhatják, közölte az intézmény Facebook oldalán. Külön sávot alakítottak ki a kórház sürgősségi bejáratánál, így egyszerűbben és gyorsabban meg tudják közelíteni a mentők. Úgy alakították ki, hogy ne kelljen a kereszteződés forgalmi rendjét megváltoztatni. A Szigeti Gyula gyógyszertár előtti parkolókat továbbra is használhatják a betegek, az intézmény területére autóval csak a Balcsi-Zsilinszky utca felől lehet behajtani. Ennél a bejáratnál is automata rendszám felismerő rendszer működik. A behajtástól számított 20 percig lehet ingyenesen parkolni. Elkezdi a MÁV az új Intercity flotta beszerzését, ez Somogy megyét is érinti. A vasút társaságnál úgy tervezik, hogy több mint 380 kocsi érkezhet. A hosszabb utakon is kényelmes ülésekkel, korszerű fedélzeti utastájékoztatással, klímaberendezéssel felszerelt, étkezőkocsival közlekedő szerelvények a Balaton déli partján, a főváros és Keszthely, Nagykanizsa között haladó járatokban fordulnak meg. Az új kocsik felépítése, összeállítása az Osztrák Vasút Társaság által üzemeltetett Railjet-ekére hasonlít majd. A nyár ugyan véget ért, de kikapcsolódási lehetőségből nincs hiány a Balatonnál. Megújult őszi menetrenddel, kedvezményekkel, koncertekkel és programhajókkal várja az utasokat ősszel is a Balatoni Hajózási ZRT, amelynek utasforgalma már elérte idén az 1.900.000 főt. Az utószezonnal bezárólag a mai napig több mint 100 000-el több utasunk van, mint a tavaly évben volt. Ez a kompokon is nagyjából egy plusz 50 000 főt jelent, a személyhajókon is nagyságrendileg egy 50 000 fős többletet, és mindez összességében azt jelenti, hogy több mint 1.900.000-en utaztak már a barthajóin az idei évben, úgyhogy azt gondolom, hogy újabb rekordok várhatóak. Mind a személyhajókon, mind a kompokon nőtt a kerékpároknak a száma. Gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy a személyhajókon már elérjük a kapacitásaink maximumát, de természetesen a kompokon, főleg itt az ősz és a kerékpározási kedv felélénkülésével várjuk az újabb utazókat. Gyakorlatilag a legnépszerűbb útvonalak a Fonyód, Badacsony, illetve destinációként Balatonfüred és Tihany volt az idejében is a legnépszerűbb, és ha már kerékpárosok, akkor például a Boglár évfülöpjárat is, átkelőjárat nagyon népszerű, ezeken az útvonalakon ősszel is lehet közlekedni, úgyhogy a hétvégén egy intenzívebb menetrenden, de hétköznapokon is a kiemelt útvonalakon várjuk az utazókat. A gyakorlatban ez 11 kikötőt jelent a menetrendi hajóknál, és 7 kikötőt a sétahajóknál. Az ősszel alapvetően személyhajózásban menetrendi hajók és sétahajók vannak, mint elérhető szolgáltatások, és ezt egészítik ki az egyedi indítások, ilyen például a szombati napokon Keszthelyen a Helka hajón tartott kulthajó program, amikor a város kulturális oktatási intézményével működünk együtt, ők költöznek le és mutatják be magukat a hajón. Hogy miért érdemes online jegyet váltani, nyilván az egyik faktor az maga a kényelem és az egyszerűség, de hogy tovább erősítsük ezt a népszerűséget, egy 15%-os kedvezményt biztosítunk azoknak, akik a promóciós kódot megadják a vásárlás során. Ez a kód egyébként elérhető a honlapon is, vagy a jegy.bahart.hu felületen, úgyhogy viszonylag egyszerű. Javaslom mindenkinek, hogy éljen a lehetőséggel, mert így valóban egy további kedvezménnyel utazhat, legyen szó akár egy menetrendi hajóról, amelyen átkelt egyik településről a másikra, vagy éppen egy kellemes egy órás sétahajózásról. A vásárlások aránya az meghaladja a 10%-ot, és különösen erős a sétahajózásban, illetve a programhajózásban. A nyár folyamán láttuk azt a tendenciát, hogy nagyon népszerűek, gyakorlatilag maximális kihasználtságban mennek a programhajók, a buli és varázshajók, és éppen ezért érdemes volt előre megvenni a jegyet. Valaki ezt a pénztárban tette meg, de valaki ezt már időben megtervezte, és otthon kényelmesen, vagy akár a telefonján a kikötőbe tartva megvásárolta.
Az össze már nem mindegyik hajónk teljesít szolgálatot, így azok a hajók, amelyek gyakorlatilag befejezték a küldetésüket, megérkeznek alapvetően a siófoki kikötőbe. Ezeket a hajókat felmérjük, összegyűjtjük azokat az igényeket, problémákat, amiknek a kiavítása a következő szezonig szükséges. Úgyhogy így módon az ősszel is már egy intenzív munka kezdődik meg. A feladatok egy részét már ekkor elvégezzük, és nem hagyunk meg minden tavaszra. Több generációs családi ház. A jegyzőknél lehet igényelni a rezsicsökkentett árat. Fűtési szezon, készülnek az önkormányzatok, van, ahol már szigorításokat vezettek be. Őszi menetrend, kedvezményekkel, koncertekkel és programhajókkal várja az utasokat a Bahart. A megyével kapcsolatos friss videókat a Somogy TV Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján nézhetik meg. Holnap sokfelé kell esőre számítani, mindjárt mutatjuk a részletes időjárás jelentést. Én köszönöm a figyelmet, szép estét kívánok, viszontlátásra!